hogy is hívják tényleg? Engem szolgálatára Hippolyt. Rendben van, de mi a keresztneve? Azt mondom, kérem szépen, a keresztnevemet. Hippolyt. Acsolyi Hippolyt Szolgálat. A mindenki által jól ismert klasszikus dolgozta fel legutóbb a Mandala Dalszínház. A Hippolyt bemutatóját ezúttal is Újfehértón, az Ajti Ferenc kulturális központban tartották. Az eredeti 1931-es magyar filmnek forgatókönyvét Zágon István írta. Vajda Katalin és Vajda Anikó ebből készítettek színpadi változatot 1990-ben. Ez szolgált a mandalások feldolgozásának alapjául. Számos dalt ki kellett hagyniuk a darab rövidítése érdekében, azonban a klasszikusokat meghagyták. Eisemann Mihály dalai természetesen itt is felcsendülnek. A prózai szöveg az olyan erős, hogy inkább rontani lehet rajta. Tehát nagyon kell figyelnünk, hogy a közönség majd hogyan alakítja át a játékunkat, mert ne felejtsük el, hogy a közönség a másik játszótárs. És ez az első olyan alkalom a mai nap, amikor néhányan be fognak ülni, és majd remélhetően reagálnak, ahogy mi szeretnénk. Hát ez majd ki fog derülni. Minden esetre az előadás ritmusa, az körülbelül a 10. előadásán áll be úgy, amit az ember úgy elképzelhet. Hogy sikerült a darab ritmusát beállítani, és magával ragadja a közönséget a történet, az a későbbiekben kiderül. Hiszen nem ez volt az utolsó alkalom, amikor a Mandala Dalszínház játszotta az előadást. A Mandala Dalszínház elsősorban egy utazó színház, bár nyíregyházi székhelyen működik. Ugye Szabolszat már Bereg megyében már márciusban lesznek előadások, és hát egyébként az észak-alföldi régióban is, tehát Hajdú-Bihar, illetve Borsodapóizemplénben is látható lesz az előadás. A nyíregyházi bemutatót pedig a 28. Mandala nyár keretében tervezzük majd. A szereplőkkel hosszabb interjút és a darabból részleteket a péntek esti Weekend című műsorunkban láthatnak. És ott a gáztudál, de a fényre légy